B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Szeretettel ajánlom figyelmükbe legújabb termékünket, ami a mai világunkban sajnos egyre több férfi kollégánál okoz problémákat, ez pedig a prosztata problémák, és lassan ez népbetegség szintjére kezd emelkedni. Ez indított el engem arra, hogy ezekre a problémákra egy terméket készítsünk. Ez a termék a Prostacell, ami a piacon egyedülálló készítmény, hiszen élő flórát tartalmaz, tehát probiotikus készítmény, túl azon, hogy tartalmazza az összes olyan hatóanyagot, ami a tudomány mai állása szerint ezekre a problémákra megoldást nyújthat. Ízületi negyed, fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket! Az egészségtér mai adásában egy olyan problémáról beszélgetünk, ami elsősorban, sőt, nem is elsősorban, hanem kifejezetten csak az urak életét keseríti meg, méghozzá alapvetően bizonyos koron túl. Ha arra tippelnek, hogy a prosztata problémákra gondolok, akkor igazuk van, és aki ebben a kérdéskörben ma kalauzol bennünket, az dr. Csicsor János vegyészmérnök. Szervusz János! Köszöntöm én is a nézőket! Ennek az egész beszélgetésnek nyilván az az apropója, mert azért téged nem most ismertünk meg, és már néhányszor az egészségtér stúdiójában előfordultál, hogy te azért folyamatosan felfedezel különböző dolgokat, és ugye a palettád az elég széles, kezdve a fáradt szem ellenszere és olyan étrend kiegészítő, ami a fáradt szemre jó, folytatva a lektineken keresztül a vírusölő étrend kiegészítőkig. Hát most valahogy a te érdeklődésed fókuszába a prosztata problémák kerültek. És nem lennék igazán jó újságíró, ha nem tenném föl neked azt a kérdést, amit tudsz, mert mosolyogsz, hogy neked is voltak, vannak prosztata problémáid, tehát, hogy magyarul a saját életed is késztetett arra, hogy elindulj ebbe az irányba? Nem, szerencsére nem. Nem. Na, hát akkor ezt is megtudtuk. Igen. Hanem a környezetembe jött elég sok ilyen hát igény vagy kérdés, hogy nincs valami készítményetek erre, meg hogy a környezetedben van most hirtelen 2-3 olyan emberek az elmúlt fél évben került egyik kórházba, a másik ilyen problémákkal küzd, és úgy ezek és úgy megtalálják az ember. Jó indulatú prosztata problémákkal? Szerencsére mindegyik az jó volt, indulatú. Igen. Hát igen. Ez a jobbik eset. Aha. Igen. És ezek úgy hogy gerjesztik az emberbe, hogy na, akkor ez biztos jelek arra, hogy foglalkozzak vele. És akkor ez azért összevág hogy az előzőekkel, mert azért ez is a minden út Rómába vezet, tehát valahol a gyökere, az egyik gyökere az mindenképpen a B-flóra. Ennek a prosztata kérdésnek is. Hát igen, mert azt már pontosan tudjuk, és már ebben a műsorban is elmondtuk nem egyszer, hogy az összes betegségünk, a lelki állapotunk, a hangulatunk, minden az ég adta világon ezzel a 2 kiló itt lévő igen. Parazitával, meg vírussal, meg baktérium. Parazit nincs benne. Illetve az egy másik történet. Szimbiózis, mert ugye nagy különbség van a szimbiózis, igen. Meg a parazita között. Baktériumokkal. Jó, azt mondom, hogy baktériumokkal függ össze. Igen. Így van. Ugye maga a prosztata, egy pár szót, mert nem sok idő van, de ugye kicsit úgy összefoglalva, hogy... A dülmirigy. Igen, dülmirigy, tehát ez egy mirigy. Ez egy nemi mirigy. Tehát szorosan összefügg a nemiséggel. És ugye ez a férfi nemi mirigy. Bár most azt olvastam, hogy van női prosztata is, tehát... Van ilyen, tehát megállapították, hogy a nőknek is van prosztatájuk, de az miután ezt alapvetően a tesztoszteronhoz van köze ennek a prosztatához. Igen, de van. Tehát szervileg van női prosztata is. Csak az nem okoz de az problémákat. Nem olyan, mint a szelíd gesztenye. Nem, az nem okoz problémákat, de van. És tehát ez a prosztata, ugye ez a
ez egy ilyen gesztonyelméretű körülbelül, igen, normál esetben, és ugye a húgcső körül van, és ez termel olyan váladékot, ami egyik összetevője az ondó fogyadéknak. És ebből egyenesen következik, hogy valahogy a nemiséggel, a nemi vágyjal, meg ezekkel összefügg. Tehát erről majd később biztos beszélünk, de ez azért lelki okokat is magába hordoz. Tehát lelki okok is generálják ennek a problémáit. Tehát ez egy, úgy gondolom, ez a prostata kérdés, ez tipikusan egy olyan probléma, ahol de hát nyomon... azt akarod ezzel mondani, János, hogyha valakinek nincsen rendben a nemi élete, akkor az ő prostata problémája, adott esetben a prostata gyulladása, vagy a prostata megnagyobbodása ezzel is összefügghet. Igen, ez egyértelmű. Uh-huh. Most már ez nem csak, most nem, hogy az, hogy így valaki mondtam, csak hogy ez. Ezzel is. Ez is egy, igen. Ez is egy komoly ok. És tehát ahogy idősödik az ember, ez a prostata gyulladás vagy prostata probléma, ez három részből áll. Egyrészt van egy természetes nagyobbodása az életkorral a prostatának. Tehát most tök mindegy, hogy milyen a nemi életed. Teljesen mindegy. Meg, hogy ez egyébként egy... milyen a bélflórád. Igen. Ahogy mész előre az időben a prostatád nagyobbodik. Ez nagyobbodik. Uh-huh. Nem minden esetén a férfiak többségénél. Szabad ne felejtsd, én azt a statisztikai adatot találtam, hogy 50 fölött minden második, és ez nagyon nagy szám, igen, az 50 fölöttiek 50%-ára jellemző, igen, ez a prostata megnagyobbodás. Ez szerintem, igen, nagyon nagy. Ez sok. De ez még a nagyon nagy problémákat nem okoz. A probléma az, hogyha ez be is gyullad. Tehát nincs tünete minden esetben. És nincs, igen, nincs tünete. Általában bakteriális fertőzések okán ez begyulladhat. Ez már okozhat problémákat, mert általában ezt későn veszik észre, és akkor már elég nagy a gyulladás. És van a harmadik, amikor már a gyulladás, vagy a gyulladástól függetlenül egy rákos daganat is kifejlődik a prostatában. Az már a rossz indulatú ez már rossz indulatú prostatarák. Ezt viszonylag jól lehet mérni, mert ez a PSA szinten ez követhető elég jó. Méghozzá egy sebb vérből, tehát, igen, azért ez nem egy olyan bonyolult történet. Igen. Tehát a prostatarák így kiszűrhető, vagy megvizsgálható, de a nagyobbodás... Valaki hajlandó elmenni időben, hát, és jó, nem persze, várja az meg. Már ne haragudj, de én azt gondolom, hogy ugye rátok férfiakra általában az a jellemző, hogy addig húzom, ameddig már úgy érzem, igen, hogy most már aztán, igen, nagyon nagy a baj, és igen, nem akkor megyek el az orvoshoz, amikor indul valami. Így van. Amikor még könnyen kezelhető, amikor még nincs ezt nagy azért baj. Ezt 50 körül az illenik, mondjuk tudom, néhány évente azért minimum megnézni, hát ezt a PSA szintet. Két évente ezt, igen, a szűrővizsgálatot, meg a PSA-t érdemes. Viszont a megnagyobbodás, meg a gyulladás az nem minden esetben követhető, vagy nem minden esetben olyan egyszerű az elején azt elkapni, mert nincs különösebben jele. Mert hogy nem mindig produkál tüneteket. Így van, és ez ennek semmi köze a PSA-hoz. Tehát ez nem a PSA, az a rákos sejteknek egy üzenete. Tehát, és éppen ezért a kezelését is ketté kell venni, a megnagyobbodásra is megvannak a megfelelő módszerek, meg szerek, meg hatóanyagok, és a gyulladásra is. Tehát. És akkor most nézzük a tüneteket, mert azért a férfiak ezt szerintem nagyon jól ismerik, hogy persze, ezt biztos, hogy mindenféle vizelési problémák. De még ráérünk, igen. Hát elsősorban a vizelési problémák, hogy tehát, fáj, hogy, szúr, csíp, lassabban jön, éjszaka többször fel kell kelni. De ezek azért olyan dolgok, amikre oda kell figyelni. Meg ezt azért észreveszi mindenki. Így van. És nem kéne, hogy azt gondoljuk, hogy ez természetes dolog, mert ezeket mind lehet kezelni. Sőt, azt hiszem, hogy nem kéne azt gondolni a férfiaknak, hogy ez valami ciki dolog, vagy hogy ezt szégyelni kell, mert ugye éppen azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy ahogy megyünk előre az időben, ez egy életkori sajátosság, hogy változik a prostata. Tehát, hogy... Azért, de itt azért oda tennék egy de, mert ugye ez a hormonrendszernek a változásából adódik, a tesztoszteron. Igen. Ugye a megnagyobbodásnak a alapvetően az oka, hogy a tesztoszteron átalakul, ez a dihidrotesztoszteron, a DHTV, és ez okozza a
nagyobb borást. És erre vannak természetes hatóanyagok, aha, amik ezt a tesztoszteron, ez a DHT átalakulást csökkentik. Aha. Ez a csalán gyökérkivonat, ez majdnem minden ilyen készítményben benne van. Uh-huh. Tehát ami, ugyanis az az enzim, ami ezt átalakítja, azt gátolja ez a rendszer, tehát ezt meg lehet akadályozni. Aztán a másik dolog, hogy a prosztata sejtek növekedését is lehet csökkenteni. Ez az úgynevezett beta-szitoszterol nevű hatóanyag, ami majdnem minden készítményben benne van. Ez direkte a növekedését uh-huh. csökkenti ezeknek a sejteknek. De ez még mindig csak ilyen tüneti jellegű dolog. Az ok az a bélflóra. Ugyanis a bélflórában termelődnek a hormonok nagy része. Tehát, hogyha a bélflóra nincs rendben, akkor már a tesztoszteron, az ösztrogén, a nőknél ugye az ösztrogén, aztán jönnek ott is a problémák, aztán a férfiaknál meg a prostata, tehát mind a két oldalon uh-huh. megvannak a problémák, hogyha a bélflóra nincs rendben, és a hormonrendszer fejre termelődése a bélflórában nincs rendben. Tehát, hogyha visszamegyünk a gyökerekig, akkor a B-flóra rendetételével ezek a tünetek jelentősen javulhatnak. Hát, mint ahogy a B-flóra rendetételével a legtöbb sok betegség minden, tünetei javulhatnak. És most olvastam olyan tanulmányokat is, hogy a prostata problémákat egyértelműen egyenes arányosságba hozzák a vércukorszint, az inzulin növekedéssel. Hát nagyon beleástad magadat, igen, hallod most ebben. Igen. Uh-huh. És vannak olyan, tehát visszafele is működött, hogyha a vércukorszintet ha rendbe hozták, akkor visszament a prosztata. Tehát uh-huh. ez megint valahol a B-flórához kötődik. Ugyanis, hogyha rendben van a B-flóra, akkor nincs inzulin intolerancia, nem alakul ki uh-huh. inzulin intolerancia, hanem a normális az étkezés, mert a jó bacik azok jó ételeket kívánnak, és ez az agyon uh-huh. keresztül, ugye a vér a tengelyen keresztül ez megvalósul, nem is kívánjuk akkor a sok cukrot, hogyha rendben van a B-flóra, tehát ez valahol mind-mind ugyanaz az a gyökérhez megy vissza, hogy a B-flóra. Igen. Éppen ezért ebben a termékünkbe, ez egy egyedülálló a piacon, jelen pillanatban, mert ebben vannak baktérium bacik. Na, vártam, hogy mondjál, igen, valami nagy dolgot, mert ha az ember azt így kimondja, hogy egyedülálló a piacon, akkor tedd már hozzá, hogy miben egyedülálló. Így van. Tehát ez egy probiotikus uh-huh. készítmény, túl az, hogy tartalmazza azokat a hatóanyagokat, amiket úgy általában ezek a... Jaj, most én direkt megnéztem, és találtam, hát nyilván a kínai, mit néznék a kínai orvoslást, igen, és ugye a kínaiak szerint prosztata bajokra az alábbi ételeket érdemes fogyasztani. És ezt azért mondom el, mert kíváncsi vagyok, hogy ezekből az ételekből valami van-e a te étrend kiegészítődben. Csalángyökér tuti, hogy van, mert azt már mondtad, hogy ez milyen fontos. Na, tökmagolaj, líciumgyümölcs, törpepálma, halolaj, szója, izoflavonoid, likopén, kisvirágú füzike, csalángyökér, keményhéjú magvak, csonthéjasok, diómandula, magyarókesú, diófokhagyma, tengeri alga, fafülgomba, alma. Igen. Hogy ezeket fogyasznak, hát direkte vagy indirekte, ezek valahol azért mind megjelennek. Igen. Hát ugye most, ha megyünk vissza, az alma, az almában a pektin, ugye az alma pektin, igen, az, ami igen, a B-flórát, ugye prebiotikum, a jó B-flórát segíti. A csalláról beszéltünk, az megvan. Igen. Ugye az szinte köztudott, hogy a tökmagolajban van olyan hatóanyag, ami a prosztata ellen jól működik, az a miénkben is benne van, a likopén is benne van, ugye az a paradicsomból kivont, az egy nagyon erős antioxidáns, de van még benne a miénkben más antioxidáns is, tehát azt mondom, hogy olyan 90%-ban uh-huh. benne. Akkor, tehát akkor magyarul ők is úgy gondolkodnak, hogy igen, a B-flórán direkte és indirekte segítjük a... Aha. És azt mondd meg, hogy az élő flóra az miért jó most ebben a történetben? Igen. Ugye sok a vita ezen, hogy hogyan keletkezhet gyulladás a prosztatában, hogyan kerülnek oda a baktériumok, uh-huh. mert bekerülnek a baktériumok. Ugye van egy olyan szekértábor, mondjuk így, aki azt mondja, hogy
hogy a húcs gyulladásán keresztül a húcsőből kerül valahogy vissza, de ez nem annyira életszerű, hogy a húcsőből férfiaknál különösen oda a prostatához visszakerülnek baktériumok. Tehát, de azért most ez még tartja magát, hogy ez az egyik fő oka. Hanem, ha megnézzük szervileg, hogy ez hol van, hát ez nagyon közel van a vastagbélhez. És hogyha ki van lukadva, a szivárgó bélszindróma van, akkor onnan bizony akkor nagyon könnyen kerülnek oda baktériumok, ez a végbél szakasz környékén van. Tehát ha onnan ki te tudnak, egy másik megközelítéssel élsz ebben a kérdésben. Igen, ki tudnak jönni a káros bacik, és bizony azok ott gyulladást okoznak, tehát ezért most már erre is elég sok bizonyíték van, hogy ez az egyik oka, tehát a szivárgó bél. Tehát magyarul akkor megint csak a bélflóránál vagyunk, hogy rendbe kell rakni. Igen. Most hogy be kell fordozni azt a belet, hogy ne szivárogjon. Most a tudomány jelen állása szerint az a két baktérium, ami direkt a húgyútrendszert tisztítja és az ottani gyulladásokat csökkenti, az egyik az a Bacillus coagulans és a Bacillus subtilis, tehát ez a kettő van benne. Ezek azért is nagyon jók, mert ezek spóraképző baktériumok, tehát túlélik a gyomorsavat, minden túlélnek, tehát ezek eljutnak a vastagbélbe, és ott el tudnak kezdeni szaporodni, és így mondhatnám, hogy direkt módon segítik ezeket a folyamatokat, mert általában azért a húgyhólyagban lévő baktériumok sem jók, ha sokáig ott vannak, mert ez meg a vesére fog visszahatni, és ott okoz majd problémákat. Már ugye az előbb beszéltél, folyamatosan beszélsz a bélflóráról, hiszen nagyon fontos, meg arról, hogy milyen étrendet kellene alkalmazni, hogy mondjuk kevesebb cukrot enni, hogyha prosztata ügyekről beszélünk, vagy prosztata ügyekről is, azt hiszem így helyes. És ugye megnézegettem nyilván, hát hogyha erről a témáról beszélgetünk, hogy milyen étrendet javasolnak például ezzel kapcsolatban urológusok, és igazándiból semmi újdonság nincs benne, mert hogy ezt bármire rá lehetne húzni, tehát hogy ne egyél fűszereset, ne egyél túlsósat, ne egyél túlédeset, amit már mondtál, csökkensd az alkoholfogyasztásodat, csökkensd a dohányzást, a cigarettafogyasztását, tehát ezek olyan általános alapelvek, amiket egyrészt minden betegségnél lehetne, meg lehet is használni, és amik általában segítenek ahhoz, hogy a bélflórád az normálisabb állapotba kerüljön. Ugye... úgy is meg lehet fogalmazni a kérdés, hogy mivel tudjuk segíteni a hasznos baktériumok szaporodását, mert azok kell, hogy átvegyék az uralmat a bélrendszerbe, és ez pedig a ketogén vagy paleo étkezés, ahol főleg, ha probléma van, tehát ha már rákos vagy nagyobb probléma van, akkor mindenképpen ajánlott ezt, úgy gondolom, áttérni, mert a rákos sejtek is cukron élnek, a káros baktériumok is cukron élnek, és ha őket szaporítjuk, akkor ők fognak elszaporodni, őket csomó toxint, mert mindenféle problémákat okoznak, mert lyukasszák a belet. Tehát itt mindenképpen azt ajánlanám, hogy el kell gondolkodni a paleo vagy ketogén étrenden, aminek az a lényege, hogy a sejtek cukor alapú energiaforrását átállítjuk egy zsír-olaj alapú energiaforrásra, ami egy sokkal hatékonyabb, sokkal energiatakarékosabb üzemmód. Te egyébként ennek a mentén táplálkozol, amit most igyekszem. Mondtál? Azt mondom, igyekszem. Nem sikerül ez mindig, mert hát az ember ugye este jut abba a helyzetbe, hogy egyáltalán ételhez jusson. Elég baj, de így van. Sajnos ezt nekem még itt 100%-ban nem is került megoldanom. Én voltam több mint 7 évig vega, ez olyan 10 évvel ezelőtt. Aztán átálltam újra eszek húst, de akkor azt betartottam, tehát érződik azért ezt. Néhány hét alatt át lehet állni. Az ember nem is kívánja azokat, amiről most azt hiszi, hogy nem tud lemondani. Az pár hét alatt elmúlik egyszerűen, hogyha a jó bacik szaporodnak el, és ők veszik át az irányítást, akkor nem is fogja kívánni az ember, mert ők küldik a jelet az agyba, hogy milyen legyen az étvágy. Tehát nem fognak hamburgert rendelni. Azon gondolkodtam, hát emlékszel, azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy azért te elég széles palettán dolgozol feltalálóként, hiszen azokat az étrend kiegészítőket, amiket ti forgalmaztok, azokat te rakod össze, vagy te fejleszted ki. És ugye azon gondolkodtam, Karsai József barátunk, közös barátunk mesélt már
ebben a stúdióban szintén arról, hogy számára akkor, amikor ő kreálja a karsai cseppeket, vagy újabb kutatásokba fog, akkor föntről jön az információ. Tehát, hogy nevezd a jó Istennek, az univerzumnak, tehát, hogy kapja. Igen. Hogy ez a bizonyos, mert ezt akárhogy nézzük, egy alkotás összerakni, egy étrend kiegészítőt is. Nálad ez hogy van, honnan jön, hogy áll össze? Hát én ezzel teljesen értem én, hogy Józsi miről beszél. Hát én gondoltam, hogy érted. Mert nekem is jönnek ilyen. Hát, hogy mondjam, sugallatok. De ez persze megfelelően úgy rá kell hangolódni a problémára. Ez ilyen, hogyha én mondjuk a laborban vagyok, vagy irodalmat nézek, akkor az ember ez ilyen, hát most lehet, hogy hülye az ide, ilyen meditatív állapotba kerül, és ráhangolódik el. Ez egészen is egyszerűen, hogy többször volt már olyan, hogy a neten keresek valamit, és hát óriási mennyiség információ van. És valahogy azok jönnek, amik fontosak. Azok, vagy az ember jó volt, keresgélni kell, de egy idő után valahogy ott van az ember szem előtt. Ez nagyon sokszor így ez előfordult velem, vagy a laborban is, hogy nagyon sok időt meg lehet ezzel spórolni, és hát meg is kell köszönni fölfele, hogy jönnek az infók, hogy most ennek ennyinek kéne, ennek annyi. Igen, mert ugye a másik kérdés az, hogy az arányokat honnan tudod, persze. Igen. Persze, vegyészmérnök vagy, megtanultad, igen. Na hát de, persze, na de, ez az alap kell na de, hozzá. Ez az alap, igen. Na de a konkrét esetben honnan tudod, hogy most nem, most a hasamra ütök 10 kanállal teszel bele, hanem 2-vel. Igen. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig azonnal az ember megvan, de azért a fő csapás irány az megvan, azt még akkor még kísérletezgetni kell vele, de jön, valóban jönnek ilyen sugallatok az embernek. Tehát ez egy nagyon jó érzés is, hogy és akkor pláne ha visszajelzés is megvan, akik fogyasszák a termékeinket, hogy elmondja, tényleg jó, tényleg működik, tényleg. Az van. Na ezt akartam kérdezni, hogy most egy abszolút új termékről beszélgetünk. Vannak már visszajelzéseitek? Igen. Aha. Igen, csináltunk már egyszer így egy hasonlót, azaz folyadék fázisban volt, egy liposzómás. Egy bérgyártásban csináltuk ezt, de mi fejlesztettük ki. És ott nagyon sok visszajelzés lesz, hogy tényleg működik. Na most ez annál még több. Azért raktunk kapszulába, mert ezek a fő hatóanyagok azért nem túl jó ízűek. És hát ez sokszor megvan ez, hogy a folyadék, akkor így is van egy-két termékünk, amire sokan húzzák a szájukat, hogy hát, hogy ezt azért nehéz meginni. De hát az a megfelelő közegben van bekeverve, azért nem reménytelen. Mert ugyanakkor meg vannak olyan hatóanyagok, amik sokkal jobban felszívódnak, sokkal muszáj őket liposzómásba csomagolni, hogy a felszívódásunk jó legyen. Most itt szerencsénk van, mert ezek azért jó felszívódnak mindegyik. Látod, végül is tök mindegy, hogy honnan indulunk, hogy most a lektinekről kezdünk el beszélgetni, vagy a szivárgóbélszindrómáról kezdünk el beszélgetni, vagy a szemfáradtságról, vagy a prosztatáról, végül is mindig ugyanoda jutunk. Tehát, hogy minden egyes beszélgetésben oda jutunk, hogy mennyire fontos a bélflóra, amivel igazándiból nem is nagyon foglalkoznak az emberek. Hát sajnos nem. Az egyetemen sem nagyon tanítják, a dietetikusoknak sem nagyon tanítják, tehát ez úgy kimaradt. Hát most, ha az ember rossz májó akar lenni, akkor azt mondom, hogy nem véletlenül, de ez van most, ez tök mindegy, hogy mi a háttere, ez van. Mindahogy a vitaminokat, ásványanyagokat sem nagyon tanítják sajnos az egyetemeken, pedig hát ezek fontosak, és még egy dolgot mindenképpen szeretnék itten elmondani, hogy amivel kezdtük is, hogy ahogy idősödik, a 60-70-80 éves korban, ugye ez a nemi vágy kérdése, vagy az szexualitás kérdése, hogy nagyon sokan belenyugszanak abba, hogy hát öreg vagyok már, pedig ez részben generálja is ezt. Tehát nagyon, például vannak ezek az úgynevezett blue zónák, kék zónák a világban. Igen. Erről már azt hiszem egyszer beszéltünk, ahol 100 év fölöttiek. És heti rendszeres nemi életet élnek 80-90 éves korukban. És az igen. Igen. És ugye néhány ilyen amerikai
orvos, hát most én onnan szerek egy-két információt. Vannak ott számomra ilyen etalon emberek, akik hitelesek. És most olvastam nem olyan régen az egyik pont erről beszélt, hogy a Amerikában is, akik úgy rendszeresen odafigyelnek magukra, vagy foglalkoznak, nem nyugszanak bele abba, hogy most ez, jaj, most le kell róla mondani, vagy az egyiknek megvan a vágya, a másiknak nincs, akkor ez eleve már egy konfliktus forrás, tehát ahol ezt normálisan tudják kezelni, ott nincsenek ilyen problémák. Ezekben a kék zónákban sincsenek ilyen problémák. Tehát én most itt nekem a Szent György Albert ugrik be, hogy hallottam egy riportot vele egyszer, már 90 éves elmúlt, 92 éves korában. Ő aztán híresen falta a nőket, és akkor jöttek a fiatal feleségek. 92 éves korában tanult meg szörfözni, ugye? Aha. Tehát ő nagyon jól tartotta magát, és megkérdezte tőle, hogy mikor érezte már azt, hogy mikor érzi azt valaki, hogy már öreg, hogy öregszik, hogy mikortól van az, amikor egy férfi azt érzi, hogy öregszik. És akkor erre azt választotta, hogy tehát ha egy férfit már egy szép nő látványa nem mozdít meg, vagy nem hoz extázisba, valamilyen formában igen, nem hat rá, na onnantól kezdve már megöregettél. Ezt persze most nem kell kiforgatni, meg mellé érteni, amiket most mondtam ezzel. Tehát, hogyha ez egy természetes dolognak kéne, hogy legyen, és ha ezt az ember fenntartja, most mindegy, hogy egy partnerrel, vagy most mit tudom én, fiatalabb generációval, most teljesen mindegy, a vágy, ha megvan, akkor nincs prosztata probléma. Ez sem mindig igaz, de azért nagyjából ezt kimondhatjuk. Maradjunk annyiban, hogy rendkívül fontos szegmense ennek igen, a kérdésnek az, amit most mondtál. Igen, a másik pedig az étkezés. Igen. Étkezés, mert azért idős korban, ami biztosan változik, hogy ahogy ezeket az ipari ételeket esszük, ugye a bélflóránk rossz irányba megy, tehát ezzel időskorban biztos, hogy többet kell foglalkozni, hogy visszaállítsuk a megfelelő bélflórát, illetve a méregtelenítés, mert sajnos nagyon sok méreganyag, ahogy idősödünk, egyre több méreganyag kerül bennünk, az felhalmozódik, tehát azt is üríteni kell, és a nőknek ugye megvan a menstruációs lehetőségük, de a férfiaknak nincs ilyen. És most megint olvastam több ilyen ide vonatkozó anyagot, ugye a méregtelenítés kapta, hát hogy a férfiaknál bizony ez egy méregtelenítési lehetőség. Itt a vége, sajnos, mert még tudnánk beszélgetni tovább is. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, János, és végül is ez azért egy jó pofa dolog, mert akárhonnan indulunk koncentrikus körökben, mindig ugyanoda térünk vissza, szóval neked köszönöm, hogy itt voltál, önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, remélem, hogy hallottak érdekes dolgokat, viszontlátásra. Ízületi negyed. Fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Szeretettel ajánlom figyelmükbe legújabb termékünket, ami a mai világunkban sajnos egyre több férfi kollégánál okoz problémákat, ez pedig a prosztata problémák, és lassan ez népbetegség szintjére kezd emelkedni. Ez indított el engem arra, hogy ezekre a problémákra egy terméket készítsünk. Ez a termék a Prostacell, ami a piacon egyedülálló készítmény, hiszen élő flórát tartalmaz, tehát probiotikus készítmény, túl az, ahogy tartalmazza az összes olyan hatóanyagot, ami a tudomány mai állása szerint ezekre a problémákra megoldást nyújthat.